találkoztunk, és ígértem, hogy menjünk a hátsó kézre, hát ez most jött el ez a pillanat, úgyhogy megint ütéshárítás. Most a másik oldalról fog látszani, az előző videót pont ugye bal kéz fordítva vettük, úgyhogy most a kettőben nagyjából benne lesz a teljes igazság, ha úgy tetszik. Amikor jön a hátsó egyenes, értelemszerűen pont ugyanúgy, mint az előző videónál, próbáljuk meg elkerülni azt, hogy a következő ütéssel leütessük magunkat, tehát éppen ugyanúgy keresztbe kellene blokkolni, ugye még csak nem is lefele, hanem megfogni és eltolni azt a kezet keresztbe. A következő tempóból ugye megint indulnom kell, vagy én ütök, vagy ő üt, valaki ütni fog, úgyhogy azonnal mehetünk is vissza a hátsó egyenessel, és most az első gyakorlatnál csak egy darab rugást teszünk rá, egy sasszé bal körében, és kilépünk a távolságból. Amit a bal egyenesnél nem mondtam, és most viszont ezt pótolni szeretném, hogy nyilván az ütőtávolsága nem mindenkinek ugyanakkora. Nem biztos, hogy nekem jó megoldás, hogy egy helyben maradok, elblokkolom azt a jobb kezet, nem fogok tudni visszajutni, nekem itt nincsen helyem. Nekem az a lényeg, hogy a védekezésnek a végén én kerüljek abba a távolságba, ami nekem jó. Tehát értelemszerűen, hogyha a kezem hosszabb a másiknál, egy picit hátrafele kell jönnöm. Ha esetleg rövidebb lenne, ezt mondjuk most nehéz lesz megmutatni, de megpróbáljuk. Ha esetleg rövidebb lenne, az sem kizárt, hogy egy picit befele megyek. Még egyszer, az a lényeg, hogy az ütés után az én válaszom legyen jó távolságban, a jobb egyenes távolságában, és arra tudok rádolgozni, sasszéval köríves rugással. Ha megcsináltuk ezt egy ütés, egy rugás válaszsal, akkor csináljuk meg kettővel is. Ugyanúgy jön a jobb egyenes, ugyanúgy megvan a blokkom, egy jobb egyenes, egy balhorok, és egy köríves rugás, és a kilépés. És akkor nézzük meg ezt egy picit gyorsabban összekötve, tehát jön az első, ütés, rugás, és vissza, két ütéssel ugyanez, vissza, és ütöm a hátsó, és a második, és megvan rá a rugás. Jó, ez is egy nagyon hasznos kis gyakorlat, csináljátok csak, akár egyszerre is, egyszer bal kéz támad, egyszer jobb kéz támad, ugye az összes videó, amit föltöltünk, azok gyakorlatilag kombinálhatóak, és minél tovább haladunk, annál összetettebb edzést fogsz tudni összerakni belőle magadnak otthonra. Megvoltunk a bal egyenessel, megvoltunk a jobb egyenessel, a következőkben pedig majd a hurulütések hárításával fogunk foglalkozni. Sziasztok!